Kialakítottunk egy mozitermet, az egyik részén kialakítottunk egy dolgozószobát, sikerült pályázatból egy kis konyhai részt is kialakítani, és amellé még betenni olyan foteleket, mintha valahol a nappaliba lennénk. És ez azért tartottuk fontosnak, mert hogy aki már igazán bent van a szerhasználatban, akörül általában azért a környezet szétesik. És hogyha bejön, akkor legyen egy otthonos élmény, hogy van egy konyha, ahol tudjuk mindig a család jó esetben ugye összegyűl, van egy nappali, ahol esetleg közösen beszélgetnek, tévét néznek, és van egy munkahely, ahol ugye valamennyire feladatot kell teljesíteni, de nyilván van a szórakozás is, ami fontos mindenki számára. És ott folyamatosan felajánlottunk, és mai napig is felajánlva, hogy 2 órában hetente, tehát hogy ingyenesen el lehet jönni, aki úgy érzi, egyéni beszélgetésre, és ez működik. Tehát ez a mai napig, aki úgy érzi, és én ebben már nem csak az egyénileg érintett, hanem a szülő is, vagy hozzátartozó, vagy az a barátnő, aki segítséget szeretne kérni a barátjának, aki lehet, hogy néha ő, de nyilván egyszerűbb esetlegesen bejönni, úgyhogy valaki másnak kér segítséget, de mindenképpen egy biztos tér. Szintén a kezdeteknél volt egy nagy tapasztalat, hogy a legvégső elkeseredésben cibálja végig a pszichiátrián a szülő a gyerekét, és nem is nagyon szívesen. És kisvárosban, nyilván Pesten egy kicsit más, mert elmegyek a másik kerületbe, és akkor nem feltétlenül találkozok avval össze, akivel minden héten vagy minden nap találkozok az utcán, de egy kisvárosban ez kellemetlen tud lenni, hogyha akár a gyerekem, akár a férjem, vagy jó magam valamilyen függőségi problémával küzdök, és akkor mondjuk találkozok a szomszéd utcai boltossal. És ez egy dolog, hogy egy idő után, amikor valaki függ, tudja, hogy a gyógyulás része, hogy ezt elvállalja. Csak ugye pont ez az átlépés nagyon nehéz, amikor segítséget kérek és felfedem, hogy nekem van egy ilyen problémám, és így a könyvtár, ez nekünk, hogy mondjam, nagyon-nagyon jó helyszín ahhoz, hogy ezt a tevékenységet tudjuk folytatni. És ez a mai napig így is történik, ott tároljuk az említett 80 négyzetméteres szertárnak az alkatrészeit, vagy hát az elemeit, és nagyon nagy szerencsénk van abban is, hogy a könyvtár ebben nagyon nyitott, és amikor nincs így pályázati forrásunk, vagy nincs olyan időszak, hogy ezt fel tudjuk valamelyik iskolában állítani, akkor megengedik, hogy a könyvtár egyik szintjén fölállítsuk, és akkor nyitott olyan látogatók előtt is, akik ezt úgy mondjuk akár véletlenül, vagy érdeklődésből meg tudják nézni.